Tovább terjedt Kaliforniában a futótűz. Közel 8000 embert kellett már evakuálni Los Angeles környékéről. A város körül több helyen is lángra kapott az erdő. Több mint 1300 tűzoltó, valamint helikopterek és oltórepülők dolgoznak az oltáson. A bozott tűz pénteken kezdődött a Kaliforniai Nemzeti Erdőpark közelében, Cherry Valley-ben. Azóta a tűz már több mint 8000 hektárt fölégetett. A füstöt az 500 kilométerre fekvő arizonai Phoenix városában is lehetett érezni. Az oltás nehezíti, hogy az erdőpark rögös, meredek hegyvidéken terül el, így a tűzoltók nehezen tudják megközelíteni a tüzet, ami a körülmények miatt drasztikusan terjed, mivel a területen kánikula van, és alacsony a páratartalom, a növényzet így meglehetősen száraz, a szél pedig erősen fúj.